Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora augusztus 30-án szerdán. Több mint 700 ezer forintos bruttó fizetést ajánl a Magyar Honvédség a frissen jelentkező katonáinak. A toborzásról is hallhatnak a mai műsorban, tartsanak velünk! Huszár találkozó, a hősies magyar katonákra emlékeztek Nyíregyházán. Toborzó, magas fizetéssel várja a fiatalokat a honvédség. Fejlesztések Máté Szalkán, utak újultak meg, és bölcsődét építenek. A huszár több, mint egy lovas katona, a huszár mi vagyunk, a nemzeti karakterünk egyenruhába öltött lényege, jelentette ki a honvédelmi miniszter szombaton Nyíregyházán. Az első huszár találkozót 1991. augusztusában tartották, azóta rendszeresen a páratlan években rendezik meg. Az idei ünnepségen hagyományosan a huszárbandériumok, a díszszázad és a katonazenek a felvonulását tekintették meg az érdeklődők. Katonazenekar vezette a felvonulást a 18. nyíregyházi huszártalálkozón és honvédelmi családi napon. Az országzászló téren huszárviseletbe öltözött lovasok, a honvédség tisztjei, a nyíregyházi honvéd kollégium növendékei is jelen voltak. A Magyar Huszár Alapítvány vezetői, huszárhagyományokat őrző egyesületek és huszárcsaládok leszármazottai is megtisztelték az eseményt. A rendezvény védnökeinek sorában dr. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere köszöntötte elsőként a megjelenteket. Én már valóban több mint 30 év annak, hogy 1991. augusztus 21-én megrendezésre került Nyíregyházán az első huszár találkozó. És bár már, mint ahogy elhangzott, élő képviselője sem városunkban, sem az országban nincs a huszároknak, a városvezetés határozott célja a huszárhagyomány, a huszár szellemiség őrzése, ápolása és továbbadása. És büszkén gondolhatunk arra, hogy bár már egyetlen egy laktanya sem működik sajnos Nyíregyházán, de Nyíregyháza visszakerül a katonavárosok körében. Az ilyen rendezvények nagyszerű alkalmat adnak arra, hogy azt a mentalitást, amely ezt a fegyvernemet világszerte híressé tette, a bátorságot, a vakmerőséget, a kitartást, a gyors helyzetfelismerést élővé tegye, élő hagyományként ápolja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 1997 óta állít a magyar és a nyíregyházi huszárnak emléket állító bronzszobor, melynek avatásán, tőle tudom, miniszter úr is jelen volt, de a huszárok bekerültek a település értéktárban, Nyíregyházán több utcát neveztek el régi híres huszárokról, és az elmúlt évtizedekben is köszönet azoknak, akik erre figyelnek, emlékkönyvekbe, konferenciákon, évkönyvekben megjelenik a magyar huszárság. A huszár több, mint egy lovas katona. A huszár mi vagyunk. A nemzeti karakterünk egyenruhába öltött lényege, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Az 1997-ben avatott magyar huszár szobránál tartott megemlékezésen beszédet mondott Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter, aki maga is nagymúltú huszár család tagja. A miniszter beszédében a magyar nemzeti érdekeket hangsúlyozta a szomszédban dúló háború okán, és bejelentette, hogy hamarosan ismét lesz modern, nem lovasított huszáregység a Magyar Honvédségben. A Magyar Honvédség szervezeti átalakulásokon is lép és halad át, és nagy erőt és figyelmet fordítunk a területvédelem építésére, infrastruktúrát fejlesztünk, és a katonai nevelést is fókuszban tartjuk. Hölgyeim és Uraim, ezek mind személyes ügyeim. De van itt egy ügy, amely igazán közelről érint, és ez a magyar huszár ügye. A magyar nemzet egy egész csapatnemet adott a világnak, a magyar huszárt Európa, sőt a világ harcterein és szalonjaiban is a magyar huszár virtusáról regéltek, és a gyönyörű magyar zsinóros huszár uniformusokat viselik a mai napig Dániától, Anglián keresztül, Franciaországon, az Egyesült Királyságig. Csak mi magyarok hittük el, hogy a huszár már a múlté. És mint oly sok mindennel a kommunizmusnak, majd később szocializmusnak nevezett ostoba és felesleges társadalomkísérlet pusztításának hatására, ezzel mi magunk számoltunk le, dobtuk sútba, felejtettük el. Pedig a huszár az több, mint egy lovas katona. A huszár mi vagyunk, a nemzeti karakterünk egyenruhába öltött lényege. Kreatív, eszes, gyors, öntevékeny,
és bátor, büszke és magabiztos. Ezek olyan adottságok, amelyek nem pusztán katonai erények, hanem a mai versenyben, a nemzetek közötti versenyben is versenyképességünk alapját jelentik. Nem azért lett olyan a huszár, mert mi ezt kitaláltuk, hogy ilyen legyen, hanem mert ez fakad a lényegünkből, a magyar nemzet lelki lényegéből, ilyenek vagyunk, mint amilyen a huszár. Személyes ügyem azért is, mint ahogy a polgármester úr kedvesen említette, mert mindkét nagyapám hivatásos huszártiszt volt, és számos férfi rokonom szinte az összes hivatásos vagy tartalékos huszár volt. Volt olyan is, aki a méltán híres császári királyi 14. huszárezredben szolgált, aki nagyobb részt itt helyezkedett el Nyíregyházán. Én az a szerencsés generáció vagyok, aki ezeket a huszártiszteket, altiszteket, magyar huszárokat még személyesen és közelről ismerhettem. Megismerhettem a tartásukat, szellemiségüket, bajtársiasságukat és ló szeretetüket. Mert ne felejtsük el, hogy a magyar huszár honfoglaló lovas őseiknek is modernkori utóda, és emlékük őre, aki mindennél előbbre tartotta bajtársát és barátját, a lovat. Mikor én ismertem ezeket a huszárokat, akkor már egy gonosz rendszer elnyomottjai voltak, akiktől hálátlanul elfordították az egész nemzetet, megtagadták tőlük a vérrel szerzett becsületüket, elesett bajtársaik emlékének tiszteletét és ápolását, lefokozták és üldözték őket. Ezekben az években úgy tűnt, hogy a magyar huszár végleg meghalt és feledésre van ítélve. Amikor aztán a rendszer enyhült, néhány öreg tiszt, köztük a nagyapám is, külföldi rejtegetésből, bújtatásból hazahozták azt, amit mindig maguk között ezred vagyonnak neveztek. Ősi, nagymúltú huszár ezredek zászlóit, elesettjeinek portréit, a tiszti étkezdék vagyontárgyait, és ezeket privát alapon, múzeumokban helyezték el, alapítványok gondozására bízva. Jó magam is részt vettem ebbe a munkában. És ezek alatt az évek alatt csak ábrándoztunk arról, hogy egyszer talán majd lesznek olyan idők, amikor a Magyar Honvédség újra befogadja ezt a szellemi örökséget, újra gondoskodik-e hagyományok ápolásáról, és a magyar huszár végre ismét hazatalálhat oda, ahova való, a Magyar Honvédségben, ahol tisztelettel és megbecsüléssel adóznak a hősök emlékének, és tovább viszik azt, ami belőle a lényegük volt. Hölgyeim és uraim, most végre elérkeztek ezek az idők. A Magyar Honvédség ismét hálásan és büszkén tekint huszár őseire. Hála és köszönet azoknak, akik sokáig a hivatalos hadsereg és a minisztérium helyett időt, energiát, költséget nem sajnálva nem hagyták elfeledni a magyar huszárt. Hála a hagyományőrzőknek, akik ezt teszik rendületlen lelkesedéssel, és a mai napig is. Eddig is támogattuk őket, ezután is támogatni fogjuk őket ebben a fontos és szép munkában, korábban magam is közéjük tartoztam. És is vagyunk most már mi is, a hivatalos honvédségi, katonai, honvédelmi vezetés, Magyar Honvédség. Néhány éve megalakult, és idén már huszár osztályá szerveződött, az az első modernkori lovasított alegység, amelynek képviselői itt vannak ma velünk, megkapták a gróf Nádasdy Ferenc nevet, és ezzel a legrégebbi reguláris magyar ezred örökségét. Ezt az ezredet 1688-ban alapították. És most augusztus 20-án már komoly tömeget mutattak a szilvásváradi lipicai szürkéinkkel. Lesznek a most frissen felállított és továbbfejlesztett területvédelemnek is lovasított alakulatai, és a hivatásos profi haderő sem engedheti meg már magának, hogy a legmagyarabb és talán legelitebb alakulat, ami hagyományosan erőszakos felderítést vagy nagy mobilitású különleges műveleteket hajt végre, ne jelenjen meg újra a soraiban. Az lehetetlen, hogy a huszár hagyomány csak az angol páncélosok vagy a francia ejtőernyősök őrizzék, jól teszik és köszönjük nekik, de nekünk is kell. Hamarosan ismét lesz modern, nem lovasított, fontos harcfeladatot ellátó huszár egység a Magyar Honvédségben. A köszöntőket ökumenikus hálaadás követte és az emlékmű koszorúzása. A kétnapos rendezvény számos programot vonultatott fel a Sóstói Múzeumfaluban, az emlékezés és a hagyományőrzés jegyében.
Maradjunk a katonai témánál, de már a jelen és a jövő intenzív toborzásba kezdett a Magyar Honvédség. Az akció egyaránt érinti a diákokat és a fiatal felnőtteket. A részletekről kérdezem Márton Boglárka hadnagyot és Kertész József őrnagyot, a toborzó iroda vezetőjét. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánunk, köszöntünk mindenkit. Ugye huszár találkozó az kicsit a múlt, talán majd a jövő is, hiszen erről szólt a előző bejátszás. Most viszont arról, hogy ha valaki most szeretne egy pályát kezdeni mondjuk a honvédségnél, akkor milyen lehetőségei vannak? Kezdjük először azokkal a fiatalokkal, akik letették az érettségit, jelentkeztek az egyetemre, de nem sikerült most éppen a felvételi, és jövőre újra meg szeretnék próbálni, akkor van egy jó ajánlat a Magyar Honvédségnek. Mi az? Igen, hát számukra az önkéntes katonai szolgálat lehet egy jó lehetőség, ami már bizonyított, ugye negyedik alkalommal hirdette ezt meg a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd vezérkar, és a fiatalok nagyon szeretik, jelentkeznek, most is már szép számmal vannak jelentkezőink, de még 31-ig, illetve még egy kicsit tovább is várjuk őket. Ugye jövő héten szerdán van az utolsó orvosi alkalmassági időpont, amire be tudjuk őket tervezni, úgyhogy addig mindenféleképpen jöjjenek be az irodába és jelentkezzenek, hogyha érdekli őket ez a szolgálat. Sokat hallhattak, olvashattak már róla a sajtóban, de röviden azért elmondanám, hogy mégis miről szól ez az egész. Ez alapvetően egy fél éves szolgálat, ami egy két hónapos alapfelkészítésből, kiképzésből áll, és aztán egy következő négy hónapos etapban pedig ugye jobban el lehet mélyülni a honvédség feladataiban, műveleti feladatokban is akár, és ezért 16, 30 vagy 32 pontot lehet szerezni, aki pedig még fél évet ráhúz, az 64 pontot is kaphat akár. Van valami előfeltétele ennek most itt fizikai képességekben, vagy bárki jelentkezik, hölgyek és fiúk egyaránt? Így van, férfiakat és nőket is várunk, ez nagyon fontos. Hát alapvetően ugye a nyugdíjkor határig lehet jelentkezni, de mint említettem, ezt inkább a fiatalok szeretik ezt a programot, inkább nekik szól ugye a felvételi többletpontok miatt. Nagykorúnak kell lenni, ez a legfontosabb feltétel, büntetlen előéletűnek, magyarországi lakóhellyel kell rendelkezni, és egy egyszerűsített orvosi vizsgálaton kell megfelelni, ugye ez lesz majd jövő héten szerdán már az utolsó alkalom. Ugye az alapképzés során, hogyha valaki rádöbben arra, hogy ez mégsem az ő világ, akkor van még visszaút, anélkül, hogy bármi gondot, problémát okozna? Természetesen, tehát bármikor, akár már az első nap is mondhatja a jelentkező, hogy ez mégsem az, amire számított, de mi azért abban bízunk, és abban reménykedünk, és nyilván arra is törekszünk, hogy minél több fiatalnak megtetszen a katonai életpálya, hiszen ugye, hogyha benne van a sűrűjében, 6 hónapig műveleti feladatokban vesz részt, kiképzést kap, akkor abban bízunk, hogy ez annyira megtetszik neki utána, hogy akár nálunk is marad, és erre egyébként van példa. Hogyha valakinek megtetszik valóban, és akkor nem fél évet, hanem egy évet, utána akkor akár ilyen irányba is tovább tanulhat? Tehát abban segít a honvédség, hogy esetleg ilyen pályán folytassa a tanulmányait? Több választási lehetősége is van, ugye ez egy tartalékos szolgálati forma, dönthet úgy, hogy marad tartalékos a jövőben is, dönthet úgy, hogy szerződéses katona lesz, akkor azért fontos, hogy van-e valamilyen alapképzettsége már, vagy csak érettségi, mert akkor a honvédség beiskolázza, vagy az acélkocka altiszt képzési rendszerben tudja folytatni a tanulmányait, ez egy egyéves képzés, és akkor a Magyar Honvédség hivatásos altisztje lesz, vagy pedig ha 25 év alatti, akkor még a közszolgálati egyetemre is beiratkozhat. Nem az első ilyen akció, korábban mennyire volt jellemző, hogy szívesen jelentkeznek a diákok, szóval mennyire népszerű ez az önkéntes katonai szolgálat? Azt veszük észre, hogy nagyon vegyes a jelentkezők összetétele. Sokan 40-50 felett is úgy döntenek, hogy ők még ezt szeretnék kipróbálni, belevágnak, ugye nincsen tétje, bármikor abba lehet hagyni, de lehet vele egy havi, biztos, stabil jövedelemhez is jutni. Úgyhogy az is előfordul, hogy középkorúak jelentkeznek, de azért zömmel 25 év alatt szoktak hozzánk jelentkezni, és büszkén mondhatjuk, hogy nagyon sokan döntenek úgy, hogy maradnak egyenruhában, és katonaként folytatják a pályájukat. Még annyit, hogy a többletpontok mellett, ugye ez havi juttatást is jelent, tehát gyakorlatilag, hogyha valaki nem akar a családján érősködni, rosszul idézőjelben, akkor ez egy biztos lehetőség számára.
Így van, ugye az első két hónapban mindenki a minimálbér összegét kapja, de utána, aki úgy dönt, hogy a következő négy hónapban speciális területet választ, tehát valamilyen műveleti alakulatnál folytatja a kiképzést, például Debrecenben, a lövészeknél vagy a felderítőknél, akkor ugye már a garantált bérminimumra növekszik a havi illetmény, és ugye akkor 16 pontról már 32 pontra növekszik majd a tovább vihető felvételi többletpont is. Ha már szóba került a fizetés, akkor meglehetősen szokatlan volt az a reklámkampány, amelyet a Magyar Honvédség a másik lehetősége kapcsolatban választott, mert az embernek a szemét az a bruttó bér ütötte ki, amely azért szokatlan, legalábbis vármegyében semmiképpen nem mondanám átlagbérnek, 737 ezer forint bruttó, ezért a fizetésért várnak jelenkezőket Hódmezővásárhelyre, pontosan Őrnagy úr, miről is van szó? Üdvözlöm a kedves tévénézőket. Valójában igen, ahogy összefoglalta, ez egy pilot program. Tehát erre még a Magyar Honvédség keretein belül ebben a formában nem volt példa. Tehát maga a szolgáltvállalási forma, mint szerződéses szolgáltvállalás, ez működik honvédség berkein belül, de ugye ez egy új típusú lehetőség minden olyan honvédséghez jelentkezett fiatalnak, aki legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, és vállalja azt, hogy megméretteti magát, lehetősége van ebbe a programba bekerülni, hogyha kiválasztják Hódmezővásárhelyen, akkor gyakorlatilag 3 év szerződéses szolgáltvállalása esetén 737 ezer forint bruttó összegű jövedelemre tehet szert. Pontosan mi a feladat itt? Ugye itt van egy olyan jármű, egy olyan eszköz, amelyet használni kell majd, segítsen azoknak, akik nem jártasak a valóban, tehát a világ egyik legmodernebb harcjárműve kerül rendszeresítésre a Magyar Honvédség lövészalegységeinél. Ezekből a járművekből már van bent az országban, és ugye a tárca határozott elképzelés, hogy ezt a technikai eszközt itt fogják Magyarországon gyártani, és folyamatosan az összes lövészalegységünket ellátni. Ebből kifolyólag ugye teljesen új zászló, egy teljesen új technikai eszköz és teljesen új személyi állomány, akiket nulláról egységesen, szépen fokozatosan szeretnének felkészíteni ennek a harcjárműnek a kezelésére, illetve alkalmazására. És mindenki fogja tudni mindegyik részét a harci járműnek, tehát akár itt a vezetését, vagy a használatát, a fegyverek használatát, ez hogy fog zajlani? Nem, tehát gyakorlatilag hasonlóképpen a korábbi lövészzászló és felépítéshez van egy állománytábla, ebben az állománytáblában vannak harcjárművezetők, vannak toronylövészek, vannak irányzók, vannak sima lövészkatonák, vannak felderítők, vannak iradókatonák, tehát a jelentkezőket iskolai végzettség, felkészültség alapján is válogatni fogják. Tehát lehet, hogy valakiből felderítő katona lesz, de az állományt igazából a lövészbeosztás adja. Akinek van vezetőengedélye, vezetheti ezt a járművet, tehát harcjármű vezetőbeosztásra fogják felvenni, valakit meg mesterlövésznek. Ugye az ország minden területéről megy a toborzás, és mindenkit Hódmezővásárhelyre irányítanak, akkor aki ide jelentkezik, az számítson arra, hogy egy darabig nem megy haza. Összességében valójában igen, tehát a Hódmezővásárhelyi 30-as gyalogdandárnak egy zászlaja lesz feltöltve ezzel a személyállománnyal. Ennek a személyállománynak a kiképzés ugye értelemszerűen az anyaalakulatnál kerül végrehajtásra. Én abba pontosítanék, hogy hétfőtől pénteki kiképzési foglalkozásokon fognak részt venni a kiválasztottak, azonban hétvégén, ünnepnapokon haza fognak járni. Tehát pénteken vége a kiképzésnek, azon legkésőbb hétfő reggel 6 óráig vissza kell érkeznie, és folytatja a kiképzését. Úgy, mintha egyébként teljesen más katonai szervezetnél szolgálna, de mondjuk távolabb a vármegyétől. Ugye elmítette a feltételeket, nagyon sokan meg fognak tudni felelni ennek, hiszen a 8 általános is az szinte mindenkinek megvan. Mire számít, mekkora az érdeklődés, vannak-e már esetleg a vármegyéből adataik, hogy hányan jelentkeznének erre szívesen? Én azt gondolom, hogy, vagy ha nem gondolom, tulajdonképpen már nálunk is vannak jelentkezők, országosan is szépen áll a jelentkezés arány, azonban az, hogy kiválasztásra kikerülnek, az ugye 11-én, illetve 12-én Hódmezővásárhelyen derül ki, és még a kiválasztás is csak az első lépcsőfok, hisz ott egy csapatorvos fog előzetesen megvizsgálni a szerencséseket.
de hogy ténylegesen kiből lehet szerződéses lövészkatona, az majd az azt követő két héten belül a repülőkórházba egy komplett orvosi, pszichológiai és azt követően egy fizikai felmérés fogja megmutatni. Ahogy a fiataloknál már szó esett róla, itt azért szigorúbbak a feltételek, hogyha valaki aláírja ezt a 3 éves szerződést, akkor ki is kell tölteni ezt a 3 évet? Vagy hogyha valami gond van, akkor mi történik vele? Én mindenkit azzal szoktam nyugtatni, hogy benne van a fogalmában, vagy a fogalom is, hogy egy szerződéshez szolgál. Természetesen akkor jár legjobban a katona, illetve a munkavállaló, hogyha vállalt szerződését kitölti, és annak megfelelően ugye majd járandóságra jogosul. De a másik oldala az, hogy egyébként egy fél éves próbaidő van, amikor mindkét fél, akár a munkáltató, vagy a munkavállaló mondhatja azt, hogy köszönöm szépen, ez nem az én utam, és itt befejeztem. Tehát valójában valakinek nem tetszik, meggondolja magát, olyan élethelyzetbe kerül, fél év múlva feláll, vagy akár egy-két év múlva feláll, és azon kívül, hogy elveszíti, vagy elveszítheti, sőt el is veszíti, mert ő fog róla lemondani, akkor igazából nem kapja meg a végkielégítését, de távozhat. Még annyit, hogy a Magyar Honvédség katonái nagyon sok külszolgálatot teljesítenek. Aki ide jelentkezik, számíthat arra, hogy ő is akár külföldön teljesíthet katonai szolgálatot, vagy ez igazából a belső védelmünket szolgálja? Hát, valójában minden katona számíthat a külszolgálatra. A külszolgálatunk jelen állás szerint is egy önkéntes jelentkezéses alapon működik. Katonai szervezeteket jelöl ki az előjáró. A rendszernek sem érdek, hogy erőszakkal vigyen oda bárkit. Eddig folyamatosan megvoltak az önként jelentkezők, természetesen lehetnek olyan speciális beosztások, tábori lelkész, pszichológus, orvos, tűzszerész, amiből azért nagyon-nagyon sok nincsen, tehát ott sűrűbben rotálódnak a kollégák, de mondjuk egy lövészbeosztásban nem feltétlenül. És nem csak külszolgálatban, hanem akár itthoni nemzetközi gyakorlatokban való részvétel. Tehát ugye ez számunkra is egy új harcernő, egy új eljárásrend, egy új alegység. Tehát mi magunk is keresjük a legjobb alkalmazhatóságát. Van egy limit, amin túl már nem tudnak ide fölvenni, tehát érdemes még jelentkezni, vagy már az olyan sok a jelentkező, hogy már csak néhány szabad hely lehet? Nem, természetesen mindenkit arra buzdítanék, hogy nyugodtan, hogyha meg kíván mérkőzni és elindulni ezen az úton, tegye azt, mi segítjük, megkeres a toborzirodánkat, egy jelentkezési lapot fog kitölteni, és gyakorlatilag a kiválasztásig nyomon kísérjük az útját. De én arra biztatok mindenkit, hisz most mondtam el, hogy a legnagyobb létszámú lövészalegységgel rendelkezik a Magyar Honvédség, folyamatos lesz majd ennek a technikai eszköznek a rendszerváltása. Feltételezem Debrecen, bár ugye nincsen információm, hogy még katonai szervezet is milyen lépcsőbe kerülnek feltöltésre, tehát Hódmezővásárhely után jó eséllyel más helyőrségekben is, ahogy megtörténik az eszköznek a gyártása, állítják felfelé és állítják rendszerbe ezeket a technikai eszközöket. Kicsit még térünk vissza a fiatalokra, akik az önkéntes katonai szolgálatra szeretnének jelentkezni. Milyen határidőket fontos ismerni? Ugye szó volt arról, hogy augusztus 31 kik azért érdemes lenne jelentkezni. Pontosan hogyan kell jelentkezni? Így van, alapvetően augusztus 31-ig várjuk a jelentkezőket Nyíregyházán a Dózsa György út 29 szám alatt. Személyesen kell? Található, igen, személyesen. Online jelentkezhetnek előzetesen, és akkor mi keressük fel őket, de itt azt gondolom, hogy már olyan szűkös a határidő, hogy az a legjobb, hogyha most azonnal elindulnak és bejönnek a toborzóirodába, de amint említettem, ugye szeptember 6-án még lehet orvosi vizsgálatra menni, ha még valaki az utolsó utáni pillanatban kap észbe, hogy ő mégiscsak ezt szeretné, akkor megpróbálunk majd neki segíteni, de szeretnénk, hogyha alapvetően 31-ig jönne mindenki. És a kiképzés mikor indul? Az alapkiképzés? Az alapkiképzés az pedig szeptember 11-én indul, tervezetten minden vármegye székhelyen, ahol a megfelelő létszám, a limit összegyűlik. Ez nem bent lakásos vagy bent lakásos képzés? Alapvetően nem bent lakásos, viszont lehet szállást igényelni, aki a napi bejárást valamiért nem tudja megoldani. Gondolom a másik ügyben, Hódmezővásárhelyre az egy bent lakásos, tehát ahogy említette, pénteken délután megy haza, és akkor hétfőn reggel jelentkezik. Igen, én kiemelném a nagy jövedelem mellett igazából laktanyi férőhelyehez is, hisz sokan egy vidéki munkahelyen számolnak a bérleti költséggel, szállásköltséggel,
és itt a szállásuk a katonáknak ugye a Magyar Honvédség biztosítja. Tehát a szállásért nem kell fizetni, ebből kifolyólag értelemszerűen a rezsiért sem kell fizetni, étkezési ellátásra is jogosultak, és a hétvégi hazautazásukat, amikor hazajönnek, akkor ugye a Magyar Honvédség téríti. Tehát ez még mind a 737 bruttó mellé, azt gondolom, hogy összességében már egy elég jó high-tech technikához méltó high-tech jövedelem. És itt is a toborzirodára érdemes menni személyesen jelentkezni augusztus 31-ig? Természetesen igen, hisz szeretnénk látni, hogy ugye kikre kell odafigyelnünk a vármegyéből, bárki, aki elindul ezen az úton, segíteni fogjuk a munkáját, segíteni fogjuk azt, hogy odaérjen, illetve minden információt megkapjon ahhoz, hogy a szerencsés kiválasztottak között legyen. De mindenkit arra búzdítok, hogyha esetleg kedvet kap, de nem most, később is nyugodtan megteheti, bízunk benne, hogy minél hamarabb a lövészalegységnél ezek a gépjárművek lesznek rendszeresítve, és nem csak Hódmezővásárhelyen, hanem remélhetőleg a vármegye vagy vármegye környékén is lehet majd ilyen eszközökkel találkozni és szolgálni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és akkor reméljük, hogy akit érdekel, hozzájutott az információ. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük. Szépen a lehetőséget. Más témával folytatjuk. Jelentős fejlesztések fejeződtek be, és indultak el Mátészalkán. Több felújított út szakasztottak át, valamint a fejlesztések összege meghaladta az 1 milliárd forintot. A város egyik legforgalmasabb belvárosi csomópontján nem csak a burkolatot újították fel, hanem járdát és kerékpár utat is kialakítottak. Emellett egy új bölcsőde alapkövét is lerakták a napokban. Útátadás Mátészalkán. A városban több szakaszon vágták át a szalagot, például itt a Kalmár utcában, amely az északi lakótelepet köti össze a belvárossal. A Móri Zsigmond utca egy részének felújítása is befejeződött. Ha visszagondolunk, akkor a Móri Zsigmond utcán kezdődött el pár éve, végig a járda teljes egészében ki lett cserélve, éppen innentől egészen az idősek otthonáig. Továbbá nagyon-nagyon reménykedem, hogy ebben a ciklusban, ami egy több képviselőnek is nagy álma volt, és nálam valószínűleg beteljesülhet az Irinyi és a Deák köz teljes egészében aszfaltburkolatot kap, úgy, hogy Mátészalkán ott az a területen nincs aszfaltozás, és nem is volt. Talán egy jó 30 éves deficitet pótolunk most. A járdák állapota a Ráckerben is újul. Ha meg belegondolunk, akkor a Kópa BC-től a trafik irányában lévő járdát teljes egészében felújítottuk, aszfaltburkolatot kapott egy hónappal ezelőtt, tehát ha lassan is, de szépen haladunk. Ez pedig a város egyik közlekedési csomópontja, a Seregély utca. Korábban a gyalogosok és a biciklisek csak nehezen tudtak ezen a szakaszon átkelni. Itt nem csak a burkolatot újították fel, kerékpársáv és járda is kiépült. Az átfogó fejlesztések több mint 1 milliárd forintba kerültek. Konkrétan 1,2 milliárd forint értékben valósult meg itt beruházás toppos forrásból, aminek része volt a Seregély utca, de része volt a Zöldfa utca, egészen a vasúti átjárón keresztül ki a Megyesi útig, és a Zöldfa út és Megyesi út kereszteződése, ahol már mindenki által használt körforgalom épült a közelmúltban. A Seregély utca gyakorlatilag 609 méter hosszan kapott teljesen új útburkolatot, illetve kerékpár sáv is kialakításra került. Roppant fontos, nagyon rossz állapotban volt ez az út, gyakorlatilag járda sem volt a színén, és az út minősége is nagyon sok kívánivalót hagyott maga után. A Zöldfa utca belváros felé eső szakaszán egy okos zebrát is kialakítottak. A jelentős autós forgalom mellett a közelben 7-sávos vasúti átjáró is nehezíti a gyalogos közlekedést. Fontos számunkra elsősorban a lakosság biztonságérzetének növelése véget, hogy ezt az okos zebrát ide meg tudtuk építeni, amiről annyit érdemes is kell tudni, hogy az útburkolati jeleken, ami hagyományos, ugye fehér felfestéssel bír, emellett még egy olyan mozgásérzékelő szenzor is található a zebra két oldalán, ami kamerákkal felerősítve próbálja ugye ezt a útburkolatba beépített fénytechnikai eszközt, amit prizmának hívunk, ugye működtetni, amikor gyalogosok érkeznek, és ez jelez ugye azoknak az itt úton közlekedő járműveknek. Új burkolatot kapott a Vágóháztanya utca is. A szakasz nem csak az ott élők, hanem a mezőgazdasági gépek közlekedését is megkönnyíti. A fejlesztések egy részét önerőből finanszírozta a városvezetés. Idén 130 millió forintot tudott útfelújításra fordítani az önkormányzat. Az elkészült szakaszokon túl további útfejlesztések is folyamatban vannak. A legfontosabb az, hogy az elkövetkezendő időszakban
sok olyan útfelületet látnak majd megújulni a mátészalkajak, amelyekre már nagyon régóta várnak. Zajlik az előkészítése azoknak a közbeszerzési eljárásoknak is, amely a 2x200 milliós belterületi útfejlesztési pályázatra vonatkozik. Ezekben is szeretnénk, hogyha a közbeszerzési eljárás lezárulna még az ősz folyamán, és már az év vége felé új munkaterületeket tudunk átadni. És ez azt fogja jelenteni, hogy az idei évben, illetve a jövő évben, reményeink szerint annak is az első fél évében, összességében a külterületi útszakaszokkal együtt több mint 30 út újul meg Mátészalkán. Az útfejlesztésekkel párhuzamosan új bölcsöde is épül Mátészalkán. A katolikus fenntartású intézmény kialakítását több mint 600 millió forint értékű uniós és hazai forrásból finanszírozzák. A látványtervek az építési munkálatok jelenlegi fázisa alapján hamarosan valósággá válnak. Az új bölcsödek környezetbarát, vagyis a környezeti fenntarthatósági szempontoknak megfelelően épül. A környezetbarát kifejezés alatt azt értjük, hogy hőszivattyú, tehát víz és hőszivattyú fűtés lesz, illetve klímarendszer, napellemes energiaszolgáltatás, hőszigetelt falak, hőszigetelt ablakok, megújuló energiaforrások visszafordítása, csak egy kis szösszenet, hogy az esővizet is külön kell gyűjteni, és újra fel fogjuk használni. Emellett, tehát ez az épület, ez egy 3 csoportszobás bölcsőde lesz, maximálisan 42 gyermek ellátására alkalmas, és megfelel minden olyan előírásnak, aminek egy bölcsődének meg kell felelni, tehát a gyerekekre jutó négyzetméternek, foglalkoztatóknak, mosdó, WC, szülői fogadó, akadálymentesítés, és még sorolhatnám tovább. Az időkapszulában kerülő tár a mátészalkai Szent József plébánia üzenete az utókornak. Az alapkületétel, valamint az időkapszula elhelyezését követően Palánki Ferenc megyés püspök áldotta meg az alapkövet. A bölcsödék nem csak a szülőket és a gyermekeket segítik, de hosszú távon a nemzet megmaradás célját szolgálják. Ezt már Fülöp Attila államtitkár mondta. Ha csak a számokat nézzük, hogy 2010 óta a kormányzat közel kétszeresére emelte a bölcsödei férőhelyek számát, ma 61.500 bölcsödei férőhely áll rendelkezésre, több mint 1000 településen. Ez mind-mind olyan kézzelfogható segítség, mind-mind olyan infrastruktúra, ami egy családban segít ahhoz, hogyha vissza szeretne menni egy szülő dolgozni, akkor ne legyen akadály az, hogy nem tud kivigyázni a gyermekre, mert ott van egy intézmény, ott van egy bölcsöde, és ez bízunk benne, hogy hosszú távon is segít nemzetünk megmaradását és a gyermekszámla gyarapodását. Az intézmény a tervek szerint 2024 őszén már akár teljes létszámmal, azaz 42 gyermekkel kezdheti meg működését. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!